háromsávosítja az állam a főváros és Székesfehérvár közötti Balaton felé vezető oldalát az útnak, egyebek mellett ez is napi rendi pontja volt a múlt pénteki közgyűlésnek. Juhász László önkormányzati képviselő szerint ez a fejlesztés komolyan érinteni Fehérvár belső életét. Foglalkoztunk mi magunk is egy nagyon fontos olyan kérdéssel, ami hosszú távú, bár nagyon érinteni Fehérvár belső életét, hiszen az OSEN körforgalmat jobban így nevezik, az M7-es autópályára egy állami döntés van arról, hogy háromsávos lesz Budapest és Balaton világos között, ez az oldal is, és nagyon fontos része ennek egy negyedik Fehérvágy lehajtónak a megépítése, és ez pedig pontosan azt az OSEN körforgalmat fogja tehermentesíteni, hiszen jelenleg az M7-esről behozunk minden olyan forgalmat Székesfehérvárra, az átkötésre a 70-es útra, ami Veszprém fele megy, aminek nincs keresnivalója Székesfehérváron. De nem csak a közlekedés, többek között a belvárosi élet is fontos pontja volt a közgyűlésnek, amely az önkormányzati képviselő szerint szabályozott keretek között élhető kikapcsolódást nyújthat az itt élőknek, de csak bizonyos határok betartásával. Ebben a székesfehérvári bárban, ahogy több helyen is, a teraszon nézhetik a foci rajongók a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit, és sokan szeretnék azt, ha máskor is élvezhetnék a belváros adta lehetőségeket az esti órákban. Ősszel a nyári tapasztalatok ismeretében dönthet a város arról, hogy maradjon-e majd jövőre is a most elfogadott és augusztus végéig szóló szabályozás. Végre ezen a nyáron kimondta a közgyűlésünk, hogy augusztus 31-ig nyitva lehetnek éjfélig a teraszok. Ez persze kérjük majd a székesfehérvárnak is azt a fajta hozzáállását, hogy nagyon sokan laknak a belvárosban, tehát hogy azért azzal a viselkedésmód azért legyen meg, hogy tényleg iszogatunk, stb., de nem hangoskodnak a teraszokon az emberek, mert ez egy próba jelleggel van bevezetve, az működni fog, az hosszú távon is tud menni, egyelőre augusztus 31-ig szól ez a döntésünk. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a belváros élhetőségét emellett esztétikáját az egységes arculat kialakítása is segíteni, valamint ehhez kapcsolódóan kiemelte, a kerékpáros közlekedési szabályok betartása hozzátartozik az élhető belvárosi léthez. A főutcán továbbra sem lehet biciklivel közlekedni, mégis sokan figyelmen kívül hagyják ezt.